Mit jelent matyónak lenni? Címmel tartott előadást professzor dr. Sebestény Tamás a Városi Galériában június 24-én. A szakember az előadáson a matyóságról, kultúránk értékeiről, közösség erősítő szerepéről, a matyórózsa szimbólum világáról és jelentőségéről beszélt. Szó esett egyebek mellett a matyókultúra világegyetemben betöltött szerepéről, identitás erősítő hatásairól. Hangsúlyozta hagyományaink megőrzésének, ápolásának és továbbadásának fontosságát. Professzor dr. Sebestény Tamás Mezőkövesdet és a történelmi Magyarországot földrajzi értelemben is összehasonlította. A Matyó Fesztivál hét keretében tartott érdekes és tartalmas előadás során a sport, ezen belül a labdarúgás közösségteremtő és közösségerősítő pozitív hatásairól is megosztotta gondolatait, melyet saját, személyes tapasztalataival is megerősített.